Átadták a 60-i sportcsarnok kulcsait. Gyarapszik az óvoda tenken. Érettségi lesz, beiratkozni online lehet. Köszöntöm nézőinket! A HOTV híradóját látják, Országtóth Szilvia vagyok. Április 20-án hétfőn a 60-i kézilabdázók egyesületi elnöke, Antalóczi Péter birtokba vette a város régtől dédelgetett álmát, a sportcsarnokot. Sokáig talány volt, ki lesz majd 60 régtől dédelgetett álma, a sportcsarnok. 2015-ben TAO határozat alapján eldőlni látszott, sikerül, az álom valóra válhat. Végre pontot tehetünk több kérdés végére. A kivitelező cég ugyan csúszásban volt az építkezéssel, de április 20-án, hétfőn, ceremónia nélkül átadta a kulcsokat a tulajdonosnak. A kézilabda egyesület az építtető, és minden számlát mi fizetünk, így az kézilabda egyesület a tulajdonosa jelen pillanatban. A csarnok bejárását követően megállapítást nyert, még van akadálya a régvárt ünnepi esemény kijelölésének. Ennek egyik oka, hogy a vírusjárvány miatt még késésben van a fix lelátó ülések elhelyezése, illetve a másik nagy kérdés, hogy a járvány lecsengésén kívül mikorra sikerül kiépíteni 60-ban a Radnóti téri körforgalom felőli bekötőutat. A sportcsarnok a kézilabda egyesület tulajdonát képezi, de nem csak a kéziseknek szánják. Nem csak nekünk jelent otthont, mert ugye az a mi otthonunk lesz, hanem többi egyesület számára is egy plusz lehetőség, illetve a lakosoknak olyan rendezvények szervezésére is nyílik lehetőség, ami eddig ugye ekkora tér, ekkora befogadó képességű nem volt még. Hát úgy is lehet, hogy multifunkcionális legyen ebből a szempontból. Ha már a járvány lecsengőben volna, az egyesületben kézilabdázó játékosok akár már edzést is tarthatnának a 60-i sportcsarnokban. Április 23-án csütörtökön gördítik el az akadályokat a kiszemelt új játékosok leigazolásának útjából. Az élet él és élni akar tenken. A Heves megyei település 73 éves önálló története alatt megduplázódott a lakosok lélekszáma. Születnek a gyermekek, új épületszárnyal bővítik az óvodát, s a kicsik étkezéséről sem feledkeznek meg. Megújuló források, megújuló település. Kinőtték az óvoda területét a tenki csemeték. A település szépen gyarapszik, ezért a tenki csicsergő óvoda épületét is bővíteni kezdték. Topos forrásból 80 millió forintot nyertek el egy több mint 200 négyzetméteres új épületszárny kialakítására, melyben egy új csoportszoba mellett helyet kap még egy öltöző, vizes blokk, iroda, és ráadásnak még egy korszerű, vastagon szigetelt, 60 négyzetméteres tornateremmel lepik meg a kicsiket. Az egészséges életmódhoz nagyban hozzájárul a mozgás. Én úgy gondolom, hogy a pici csoportszobákban megpróbáltunk mindig ennek teret adni, de azért egy 60 négyzetméteres tornaszobába erre sokkal nagyobb lehetőség lesz, és a fejlődésük szempontjából, nem csak a mozgás fejlődésük szempontjából fontos ez, hiszen a mozgás az értelmi fejlődés is befolyásolja. Az új épületszárny kialakításán túl az udvari környezet is megújulhat, melyre a Magyar Falu program keretein belül közel 5 millió forintot nyertek el. Ebből még két nagy játékvárkomplexumot is felépítenek a gyerekeknek. Az óvoda a járvány alatt nem zárt be. Biztosítják az ellátást azoknak a gyermekeknek a számára, akiknek a szülei ezt igénylik. Az óvodás, iskolás gyermekek és az idősek étkeztetéséről is gondoskodnak. A településen több éve önfenntartó gazdálkodást folytatnak, megtermelnek mindent helyben. Petrezselyem zöld és Zeller zöldje mind-mind arra vár, hogy a tenki konyha levesében főlhessen végre. Az óvoda épületében egy korszerűbb konyhát alakítottak ki, mellyel elláthatnák ebben a járványügyi időszakban is az arra rászorulókat. Mégis más megoldást kellett találniuk az étkeztetés biztosítására. A konyha átmenetileg nem üzemelhet.
Elkészült a konyhánk tavaly nyáron, látni itt, hogy műszaki felszereltségben, teljes épület belső felújításban felújítottuk a konyhát, de van egy kis problémánk, az áramellátás, tehát a plusz energiaigényt még a szolgáltató nem tudta biztosítani, és addig ezek a berendezések nem tudnak biztonsággal működni, ezért Tarnaösről hordjuk a megfelelő adagszámú élelmet, ebédet. Az ételhordók így több mint egy órát utaznak naponta. Tenk vezetősége senkit nem szeretne éhen hagyni. A vidékfejlesztési pályázat adta lehetőségből 20 millió forintból tavaly nyáron készült el a korszerű konyha, melyet szeretnének kihasználni. Bőven van kiről gondoskodniuk, hiszen a 73 éve önálló településé alakult Tenk lakosainak lélekszáma mára megduplázódott. A községben napjainkban is sok gyermek születik. Tavaly nyáron igényeltünk az akkori terveknek megfelelően 300 embert, de ez általunk el nem képzelhető módon a 31-es mellett alatt hozták volna el több mint 200 méteren földkábelen a legközelebbi trafótól. Ezért újra terveztük, és innen 40 méterről egy csökkentett 3x50 amper plusz áramot igényelve. Itt várjuk, hogy ezt bekössék. Januárban adtunk be ezt a módosított igényünket. Jelenleg magántelkeken keresztül érkezik az áram az épületbe. A módosított tervek alapján a mindössze 40 méterrel lévő villanyoszloptól vezetnék át az áramot a Tenki csicsergő óvodába, hogy ne bántsák a felújított 31-es utat. Erre várnak most. Ez kell ahhoz, hogy a megtermelt portéka ne vesszen kárba. Idén nem lesznek középiskolai ballagások, érettségi viszont lesz, ha kell, módosított időpontban is. A május 4-én kezdődő írásbeli vizsgákra az idén végzős továbbtanulni vágyók jelentkezhetnek. Továbbá változik az iskolai beiratkozás körülménye is. A járványügyi helyzetre való tekintettel a személyes kontaktus minimalizálása érdekében rendkívüli körülmények között online valósulnak meg az iskolai beiratkozások. Idén hozzá kell szoknunk, hogy semmi sem a megszokott módon történik. Nemrég elkezdődött a 2020-2021-es tanévre való beiratás, illetve lassan itt a május is, ami az érettségi időszakát jelenti. Két intézményben járt stábunk, a 60-i Szent István Sportiskolai Általános Iskolában és a 60-i Bajza József Gimnázium és Szakgimnáziumban, ahol az aktuális helyzetről tájékozódhattunk. Bakosné Mester Mónika intézményvezető helyettes elmondta, rendhagyó módon zajlik az általános iskolában a beiratkozás. A beiratkozásról annyit kell tudni, hogy többféle módon lehetséges. Lehet elektronikus úton az iskola e-mail címére elküldeni, lehet telefonon, lehet postai úton, lehet a krétarendszeren keresztül, és rendkívüli helyzetben lehet személyesen előzetes időpont egyeztetéssel. Iskolánkban a mai nappal az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a szülők az elektronikus beiratkozást választották, az iskolánk e-mail címére küldik el a beiratkozandó tanulók adatait. Az intézményvezető helyettes bemutatta, hogyan nyújt segítséget a jelentkezésben az elektronikus krétarendszer. A beiratkozáshoz a gyermekek adatait május 21-ig fel kell tölteni a rendszerben. Sportosztályomban sajnos a járvány miatt elmaradt a fizikai képességfelmérés és a sportolvosi vizsgálat, ami majd augusztus 24 és 28-a között kerül sor azoknak a gyerekeknek, akik a sportosztályban jelentkeztek. Nagyon sok szeretettel várjuk a leendő elsősöket, a további beiratkozókat, és örömteli felkészülést kívánunk a szülőknek és a gyerekeknek a továbbiakban. Az érettségi vizsga is másképp zajlik az idei évben. A májusi érettségi időszakra a 60-i Bajza József Gimnázium és Szakgimnáziumban 129 fő végzős diák jelentkezett. Az idei tanévben május 4-e és 21-e között 2 hét alatt kell lebonyolítanunk a kizárólag írásbeli fordulóból álló érettségvizsgákat. Iskolánkban a 12. évfolyamosok emelt szinten összesen 150, középszinten pedig 462 vizsgatárgyi vizsgára jelentkeztek. Az idei tanévben nem kerül sor az előrehozott érettségi vizsgák lebonyolítására, erre egyébként iskolánkban 35 fő jelentkezett.
Szóbeli vizsgára csak abban az esetben kerülhet sor, amikor maga a tantárgy így követeli meg. A testnevelés érettséginél is szóban fognak tudásukról számot adni a diákok. Ami nagyon sajnálatos számunkra, pedagógusok, szülők, illetve diákok számára is az az, hogy a végzősök hete elmarad, elmarad a szerenád, elmaradnak a búcsúműsorok, elmarad a ballagás. Deák Andrea kiemelte, a ballagás idén rendhagyó formában zajlik majd, hiszen szeptember 1-én a tanévnyitón fognak elballagni a végzett diákok. Köszönöm figyelmüket! A térség friss és fontos híreivel legközelebb pénteken jelentkezünk. A viszontlátásra! Szerdán sok napsütésre számíthatunk, csak időnként növekedhet meg a felhőzet, csapadék nem várható. A kora reggeli 4 fokot követően délutánra 19 fokig melegedhet a levegő. Csütörtökön napos, gomoly felhős, száraz időre van kilátás. A kissé szeles időben reggel 5 fokot, napközben 19 fokot mérhetünk. Pénteken már gyakrabban zavarhatják meg a felhők a napsütést, csapadék azonban továbbra sem várható. Reggel 5 fok, a délutáni órákban 21 fok várható.